Az Ukrajnában tartó háború miatt a fiatalabbak jelentős része, ha csak időlegesen is, de elvándorolt Kárpátaljáról, mondta a Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő, aki szerint a határmenti programokban is szükségszerű azon gondolkodniuk a szomszédos megyéknek, hogyan tartsák meg a szakképzett munkaerőt, a versenyképes tudást, a fiatal lakosságot. Több olyan találkozási pont, több olyan közös probléma van, amelyekről együtt kell gondolkodnunk. Gondolok itt az elvándorlásra, az ifjúsági munkanélküliségre, a társadalom előregedésére, vagy akár a munkahely teremtésre, ami megoldást jelenthetne mindezekre a problémákra. Arra, hogy a területre munkahelyeket, beruházásokat hozzanak, ez egy megtartó erő lenne a mindkét térség számára. A magyar kormány a határon túli magyar közösségek gazdaságfejlesztési lehetőségeit is segíti. Azt gondoljuk, hogy csak akkor tudnak megmaradni a szülőföldjükön a külhoni magyar közösségek, hogyha megerősödnek vállalkozásban, munkahelyen, jó fizetéssel, így képzelhető el csak, hogy 1000 év után is megmaradjon például Kárpátalján a magyar szó. Éppen ezért indult el Délvidéken egy 50 milliárd forintos, és Kárpátalján egy 32 milliárd forintos gazdaságfejlesztési program, és természetesen majd a különböző nemzetrészek fogják ezt követni. Reméljük, hogy még akár ebben az évben a horvátországi és szlovéniai kisebbséget támogató gazdaságfejlesztési programot is el tudjuk indítani. A határon átívelő együttműködési programokban elsődleges a mobilitás, ezért határátkelők nyitása, útfejlesztések, szolgáltatásfejlesztő beruházások és a turisztikai kínálat bővítésére is fordulhat az uniós büdzséből. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felelősséget érez a határmenti közösségekért, mondta a közgyűlés elnöke. A megyei önkormányzatnak a határmenti együttműködési programok jelentenek lehetőséget, ezek európai uniós programok, ezek jól bevált és megtanult, általunk belakott programok, és hát a következő 7 évre is ilyen programokkal készültünk, a korábbi eredményekre is támaszkodva, turisztikai, műemlékvédelmi, közösségi, civil összefogásokat fogunk ezeknek a programoknak a segítségével megvalósítani. 20 évvel ezelőtt Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Főiskola elindításában segítőkezet nyújtott a Nyíregyházi Egyetem. Van magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján. A határmenti programokban megkeresik az oktatásban, a kutatásban az együttműködés további lehetőségeit. Konkrétan a mi feladatunk most az Beregszászon, hogy segítsük az ottaniakat a gazdálkodás és menedzsment szak képviseletében. Tehát ezt a szakot a mi oktatóink látják el, de természetesen folyamatosak a közös konferenciák és a közös kiadványok. A határmenti régiók számára az uniós források 2016 második felében lesznek elérhetők. Ekkor jelennek meg a pályázatok, mondta a Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, aki szerint életképes és a közösségek számára fontos programok kellenek.